Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, és megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt alul látható egy labirintus, és keres egy kiutat, keres egy megoldást. Itt a kígyó jelenthet mellékutakat is. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt, vagy a megújulásukat. Lehet, hogy beteg volt, és most ebből van egy kiút. Viszont ez a kígyó lehet egy nő is. És ő menekül előle, hiszen ha együtt van vele, akkor mindig úgy érzi, benne van a labirintusban, ahol nem érzi jól magát. Tehát ott akarja hagyni ezt a nőt, keres egy új irányt, egy kiutat. És hogyan érzi magát? Itt látható ez a szikla. Ez lehet az ő hideg-rideg tartása is. Inkább a múltra utal, mert látható, hogy itt kisüt a nap, tehát lesz itt melegség. Amit a szikla jelenthet, hogy vannak problémái, de ő átlát ezeken a dolgokon, és megvan ez a magabiztos kisugárzása, hogy átteszi magát ezeken a dolgokon, vagy lezár egy bizonyos kapcsolatot, tehát a labirintusból lesz most egy kiút. Mit fog tenni? Itt a hold jelenti az álmait, hogy álmodik, álmodozik rólad. Itt vannak elképzelések, vágyak, remények. Lesz közeledés, hiszen átnyújtja ezt a virágcsokrot. Ez lehet virág, vagy egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Jó szándékokkal közeledik hozzád, akkor is, ha megbántotta a múltban, akkor is, ha a múltban volt ez a hideg-rideg tartás, de most lesz itt közeledés, ez a melegség, vágyak, álmok, elképzelések, és egy kellemes meglepetés. A virágcsokor az jelentheti a te szépségedet is, vagy egy szép környezetet, ennek ő tudatában van. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a szerencse, és ez a szerencse hamarosan beköszönt hozzátok, hiszen ez a négy levelű lóhere egy időkártya, ez lehet négy nap, vagy négy hét. Tehát ezen az időszakon belül lesz egy meglepetés, egy szerencsés fordulat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!